Üdvözlök mindenkit! Most ért véget nemrégen egy maratoni bírósági tárgyalás, ahol az ügyfelünk egy 14 éves fiú és a szülei voltak. A Gergőnek epilepsziája van, korábbi, ők a szülők, korábbi MMR oltás után alakult ki, és nem kapott oltás alóli mentesítést DTA oltás miatt, és ez ellen küzdünk. A tárgyalás még nem ért véget, illetve a tárgyalás véget ért, de az ügy még nem ért véget. Az egyik három ügy volt, az egyik eljárás jogi hibát vétett a hatóság, azt megnyertük, a másik ügyben pedig a bíróság még gondolkodik. Nem terjesztette az Alkotmánybíróság elé azt, hogy a kötelező oltások rendszere sérti a gyermekek élethez fűződő jogát, annak ellenére, hogy a alperes ügyvédjes nem volt képes itt se kimondani, hogy nem sérti az élethez fűződő jogot, hanem végig egyértelműen jogászkodott, majd lesz erről videó, hogy ez nekik nem kell alkalmazni, meg a bíróságnak se azt a szabályt, ami esetleg. Úgyhogy folyamatosan azt vettem észre az ügyeinkben az a tapasztalat, hogy a bíróságok egyelőre nem igazán értik, hogy mit kellene csinálni, én úgy ítélem meg, mivel a kötelező oltások rendszere senki nem vitatja, ebben az ügyben sem került vitatásra az, hogy meghalhat egy gyerek kötelező oltástól, mert ezt nem lehet vitatni. Tehát odáig senki nem merészkedett, egyetlen egy alperes sem orvos ügyvédje, sem ez az ügyvéd, aki most képviselte a hatóságot, hogy tagadja azt, hogy kötelező oltásban meg lehet halni. Viszont, hogyha ez igaz, hogy kötelező oltásban meg lehet halni, akkor innentől kezdve alaptörvényellenes a kötelező oltások rendszere, ezen nincs mit gondolkodni tovább. Na most van viszont egy elég jó hírünk, van egy The Alliance Defending Freedom nevezetű eredetileg amerikai alapítású jogászokból, ügyvédekből álló korábban alapítvány volt, társaság. Ez egy konzervatív keresztény társaság, és nagyon komoly hátterük van. Több mint 100 országban vannak jelen, és ők felajánlották a segítségüket az gyermekek élethez fűződő joga védelme érdekében. Erről majd később fogunk többet mondani. Egyelőre ott tartunk, hogy levelezésben vagyunk velük, mert eléggé hihetetlen számukra, hogy mi megy itt ebben az országban. Annyit kell róluk tudni, de majd még később lesz erről anyagunk. Keresztény értékekért harcolnak az iskolákban, az azonos neműek házasságáért, az abortusz ellen, és ahogy mondtam, több mint 100 országban vannak jelen ügyvédeik, és felajánlották azt, hogy dolgoznának velünk és segítik a munkánkat különböző módokon. Van közük és dolgozott velük Mike Pence, aki ugye Trumpnak volt az alelnök jelöltje, a legfelsőbb bíróságnak, az amerikai legfelsőbb bíróságnak a tagjai között az Amy Coney Barrett is dolgozott velük, hogy neveket mondjak még, és az alapítója, az egyik alapítója James Dobson, keresztény körökben ő nagyon ismert keresztény gyermeknevelés szempontjából, Kennedy családdal is ugye a jogi részével kapcsolatban állnak, úgyhogy ők keresték meg az ügyvédi irodánkat annak érdekében, hogy segítsék a gyermekek élethez fűződő jogáért folytatott harcunkat, úgyhogy jó híreink vannak, és majd lesz videó is erről a mai bírósági tárgyalásról. Azért nem mondok többet, mert lesz egy összevágott videó, ahol nagyon sok mindent meg fogtok tudni. Köszönöm. A Gergő esetében mi volt az oltássérülés, és mikor keletkezett? Ez mennyi idővel a... Ezt az édesapja mondja el inkább. Az oltás után. Hát ez úgy történt, hogy Gergő epilepsziás lett, ami nyilván nem elsőre derült ki, hanem ez egy folyamat. Először csak ilyen bambulások történtek, és ugye ez körülbelül mennyi a fél év alatt? Teljesedett ki körülbelül, és eljutott odáig, hogy 50 tudatvesztéses roham volt naponta. Ez volt a csúcson. Akkor jött haza a család nyakodag Erdélyből, ott még orvosi támogatást sem kaptunk.
és ez a Covid alatt volt, és akkor gyakorlatilag Deák doktor beállította az orvosságot, hál' Istennek ez jól működött, viszont az volt a szerencsétlenségben a szerencse, hogy ez 12 év alatt, tehát mi kinőhető státuszban kaptuk el ezt a problémát, viszont számunkra teljesen egyértelmű volt az, hogy valamilyen oltás, beavatkozásnak köszönhetjük ezt a dolgot. És ugye jött volna a következő DTAP, ami az egyik bűnös lett volna ebben a vádban, és azt mondtuk, hogy nem. És akkor kezdtünk el ugye utána nézni a dolgainknak, és kiderült, hogy a másik gyermekünk is oltáskárosult, csak egy kicsit idősebb, tehát más szinten. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ebbe a dologba beállunk természetesen, és megvédjük Gergőt attól, hogy visszaessen ebbe az epilepsziás állapotba, mert gyakorlatilag fél lett volna az életet, tehát se úszás, se biciklizés, se autó, se semmi. Tehát egy nagyon komoly, magát, ha az életét nem is kockáztatja, de az életét tönkretette volna. És így döntöttünk, hogy harcolunk. És ez ma az első lépésben megtörtént. Egy éve, az igazi siker az, hogy egy éve nem kapott oltást. És ez a legfontosabb. És még ki fogunk tartani egy darabig. Van B-verzió is, de ezt nem fogjuk szétkörtölni a médiában. Úgyhogy... Tehát az oltás alóli felfüggesztésért küzdenek. Mi nem akarjuk megkapni ezt az oltást. Mi már nem hiszünk ebben az oltásban. Tehát, hogy egyáltalán ne kapjon. Egyikben sem. Hát most ugye nyilván abban a körben, aki ezt a videót nézi, nyilván mindenki tudja, hogy az új oltásnak még klinikai vizsgálatai sincsenek. Tehát ma felmerült ugye ez a szentehén, vagy a vallási tétel, ez a nyájimmunitás, ami ugye számokban egészen jól kifejezhető, 30% alatt van. Tehát ez semmiképpen nem 95, ahogy ezt az állam állítja. Tehát innentől kezdve az állam összes intézkedése hazugságra alapszik. És elvileg jogtalansági jogot nem alapít, tehát ha ezt a tézist meg tudjuk támadni, akkor az egész oltás kommunikációt meg lehet támadni. Tehát ez úgy, ahogy van, hazugság az egész. Ő melyik oltást kapta meg? Hát ő kapott elég sokat, eddig mindent megkapott, csak ha korábban ezt méltünk volna, hát nyilván senki nem ezt mélt, mert mindenki bízott az orvosokban. Tehát az a fajta gondolkodás, ami a mai tudatunkat jellemzi, az korábban nem volt meg. Tehát most már kezdtünk szembesülni a problémákkal, azoknak okával, és persze mindenki konteós, és mindenki természetgyógyász, guzeós egyébként, meg mindenki, aki ebben komoly kutató munkát végez. Legalábbis ezt a vádat kapják. Igen, meg. Egyszerűbb lehet degradálni, meg hogy is mondta? Ez a mai tárgyalás is elhangzott. Azt mondta, hogy nem kóklert mondott, hanem... Nem, kuruzslót mondott. Kuruzslót mondott, és ki is kértem magamnak, tehát hogy egy olyan kutatóorvosról beszéltem, aki Müller Ceciliának volt a tanára egyébként, és nagyon komoly munkát végez ezen a területen. Tehát nem is értem, hogy hogyan merészeli kuruzslónak szólítani. Vagy... Mire biztatja az ébredező szülőket? Hát álljanak ki az igazukért. És minél gyorsabban, minél többen, mert minél többen vagyunk, minél annál inkább meg tud roppanni a szerkezet. És mindenhol azt kell tudatosítani, hogy hazugság az egész. És ennek tényleg azt gondolom, hogy nyilván az élethez fűződő jog, ez egy nagyon jó, jogilag megfogható dolog, de a nyáimmunitás az egy hazugság. Tehát nyáimmunitás az nincs. Tehát az nem lehet. Tehát ami oltás 5 évig hat, és 13 éves korában kapják meg utoljára, az 18 év fölött nem hat, elvileg. Ezt ők mondják, ugye? Akkor azt jelenti, hogy a 18 év fölötti társadalom az már nem védett, még sincs semmifajta pertussis járvány, ugye? Nem halunk bele, tehát gyakorlatilag nincs nyáimmunitás, a 95% konkrétan hazugság. Tehát ez egyáltalán a 40 gyerekoltásra van szükség? Hogy nincs rá szükség. Hát most gondoljunk bele, hogy én mondjuk 4 oltást kaptam egész életemben. Az, hogy most normális vagyok, vagy nem, azt nem tudom megítélni, de az, hogy ők 40-et, az azt jelenti, hogy 10-szer annyi alumíniumfoszfátot, 10-szer annyi tiomerzát és 10-szer annyi formaldehidet kapnak. Egyik se. És akkor még az, amit nem tudunk, és ami most már gyakorlatilag klinikai vizsgálatok nélkül átmegy a rendszeren,
úgyhogy senki nem ellenőrzi, senki. És gyakorlatilag úgy vártanak MMR-ort, vagy ezért MRNS-re, hogy észre se vesszük. Már a gyerekoltásokat lecserélték erre, tudomásom szerint. Ez genetikai beavatkozás. Amerikában mennyi az oltás most? 70, most 72 volt, mióta a Covid kötelező, azóta most már 75, mert hármat kapnak, csecsemőkorban, fél éves korban kapják az elsőt. És egyébként mindenki az mRNA-s oltásoktól van kiakadva, hát csak mondom, hogy a hepatitis B elleni oltás is, és a HPV elleni oltás is. Mindegyik oltás már GMO, és génterápia igazából. A hepatitis B elleni oltás, de erről sokszor szoktam beszélni, az, hogy rekombináns DNS, meg a HPV is, az azt jelenti, hogy génmódosított különböző kórokozó szekvenciák vannak összekapcsolva E. coli-val, meg mindenféle bakteriális plazmidokkal, meg fémekkel, egy ilyen konglomerátumot képeznek, tehát nem az mRNS volt, csak ez. Én most már, ahogy látom, egyébként tulajdonképpen a többi oltásnak is, főleg már az utóbbi időben van ugyanolyan, és ugyan nagyon hasonlítanak az oltás mellékhatások az mRNS-re, csak az a különbség a COVID-oltásoknál és a többinél, hogy a COVID-oltásnál iszonyat mennyiségű embert oltottak le egyszerre, ezért statisztikailag iszonyatosan kiugrott az a mellékhatás, ami időben elnyújtva gyerekeknél van, és sokkal kevesebb volt ott számú embernél. Tehát én most már, amit látok, és amit tapasztalok az ügyfélkörömből, hogy ami a COVID-oltásnál mellékhatás volt, szívinfarktus, agyvérzés, tehát van agyvérzéses ügyfelünk, szívinfarktusos gyerek ügyfelünk, epilepsziás ügyfelünk, mindenféle bőrbajos ügyfelünk, vérzési zavarokkal ügyfelek, tehát én most már elkezd az ember azon gondolkodni, csak semmi kutatás erre nincsen, hogy valószínű, hogy ezek az utóbbi évtizedben a gyerekoltások már, nem mondom, hogy tehát, hogy ezek nem biztos, hogy a... Igen, tehát, hogy az mRNA-s oltások annyival borzasztóbbak, csak statisztikailag sokkal jobban kiugrik, és felnőtteket ilyen tömegben nem szoktak oltani. Hová fordulhatnak a szülők? Hát ügyvédhez, van több ügyvéd is, foglalkozik ilyen ügyekkel, mi már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok munkánk van, de foglalkozik vele a dr. Dóra Márta, van egy Vajk nevezetű ügyvéd kollega is, aki most már elkezdett ezzel foglalkozni, és hát vagyunk mi. Igen, ő nem ügyvéd, és az oltás mellékhatásoknál pedig lehet keresni a dr. Romai Pétert, aki lejelenti. A Bájásznél. A magyar. Igen. És úgyhogy ezt nem fogjuk feladni. Én megmondtam itt is a bíróságon és az ügyének is megmondtam, hogy nem tudják, hogy mivel állnak szembe. Ezek a szülők, ezek nagyon eltökéltek. A oltássérült gyerekekkel nem akarják, hogy tovább rombálják a gyereküket, vagy megöljék a gyereküket. Gyakorlatilag ez arról szól, hogy a hatósággal azért küzdenek a gyerekek, hogy ne jöjjják ki őket. Ez azért már nagyon durva.